Az oktatás a Liszt Ferenc zeneiskolában is átkerült a digitális térbe, mégsem maradt alább a gyerekek lelkesedése, és nagyon szép eredményeket értek el az online megrendezett versenyeken. Nagyon sok gyerekünk és pedagógusunk attól függetlenül, hogy itt online-ban és személyes oktatásban gyakoroltak, illetve tanultak, hát neveztek országos, regionális, nemzetközi versenyre, és jöttek a sikerek. Így is, ami egyébként nem volt egyszerű, hogy ritkábban találkoztak. A kollégák meg a gyerekeknek ez egy hát új helyzet volt, mert mi tudjuk felnőttként, hogy kamera előtt makulátlan felvételt készíteni nem egy egyszerű dolog. De hát úgy látszik, hogy sikerült, több eredményünk van, és nincs még vége, mert most is vannak folyamatban felvételek, országos versenyre is reméljük, hogy ugyanolyan szép sikerek lesznek, mint az eddigiek. Ezek az országos versenyek, illetve regionális és nemzetközi versenyek már az előző tanévben meghirdetésre kerültek. Ezek jelenléti versenyek lettek volna, csak hát a sajnos a vírushelyzet miatt került online térben megrendezésre. Ez folyamatos, ebben volt őszi, volt téli, volt tavaszi, és itt regionális versenyen a fafúvósoknál a harmadik helyezés, második helyezés, klarinétosok és különdíjak jöttek, a vonósok országos versenyen vettek részt, Szombathelytől egészen az egész régió gyerekeivel, illetve ugye a másik országrész gyerekeivel, ott is van második helyezettünk, ezüst minősítésünk, országos tanulmányi versenyen helyezettünk, döntősünk, és hát van egy nemzetközi versenyeredményünk, sőt nem is egy, mert az egyik zongorista kisfiú tanárával együtt és szólóban is helyezést ért el, majd elárulják ezt ők maguk. Chang Xin a kínai származású kisfiú, akit a zeneiskolában mindenki csak Csabikának hív. A 11 éves tehetség 5 éve zongorázik és nemzetközi versenyeken szerepel. Csabi elárult a stábunknak, miért a zongorát választotta. Mert amikor kicsi voltam, erre a zenére rászerettem, a zenefajtára. Még a tavalyi év nyarán, amikor elkezdődött ez az online-os versenyzés, akkor Csabika anyukája egy kínai versenyre benevezte a Csabit, egy kínai nemzetközi zongora versenyre, ahol harmadik díjat kapott, és tovább jutott a döntőbe. Ez ugye Chopin verseny volt, igaz, Csabika? Chopin verseny volt, és a döntőbe is harmadik díjat kapott. De aztán ugye ott meg már nem volt, lehetett volna személyesen is, szerettek és volna kimenni Kínába, de hát a helyzet azt nem így hozta, és aztán ősszel pedig két nemzetközi online versenyre neveztünk még, a Danubia Talents nemzetközi zongora versenyre szólóba először, ott a Csabika a harmadik díjat kapott, és akkor utána meg volt még egy Wiener Klassiker zongora verseny, négykezesben neveztünk, ott meg második díjat kaptunk. A tanárnő elmondta, hogy még két verseny eredményét várják, ahol szintén jól szerepelt a növendék. Erősné Máté Éva úgy nyilatkozott, az online oktatásnak vannak hátrányai, de vannak előnyei is. Felvételeket készítünk, eddig azért nem volt ez szokás, hanem mindig a személyes óra, és amit éppen órán megcsináltunk, tehát nem vettük fel. Most biztos, hogy ha már vége lesz ennek az online-os történetnek, akkor azért ezt érdemes megtartani, hogy felvételeket készítsünk és örökítsük meg, akár saját magunknak, akár az iskola részére. A fafúvós tanszak is remek eredményeket hozott az online versenyeken. Ez egy regionális fafúvós verseny volt, a 7. Csupor László regionális fafúvós verseny, amit Kaposvárot szoktak megrendezni élőben. Teljesen más volt felkészülni egy ilyen versenyre, mint élőben elmenni rá. Itt ugye eleve kitétel volt, hogy nem szabad vágott videót beküldeni,
Úgyhogy a kötelező anyagot egyszerre kellett fölvenni mindig a szabadon választott anyaggal, és emiatt nagyon sokszor kellett próbálkozni ahhoz, hogy egy felvétel olyan legyen, amire azt mondom, hogy na, akkor ezt most már be lehet küldeni. Úgyhogy nagyon fárasztó volt. Nagyon fárasztó volt, míg egy élő versenyre elmegyünk, ott eljátsz a gyerek. Egyszer olyan lett, amilyen, úgy sikerült, ahogy. Itt viszont hát azért csak a tökéletességre próbálunk törekedni, és valami hibát mindig találok benne, és akkor na, akkor vegyük föl még egyszer. És nagyon elfáradtak, de nagyon ügyesen helytáltak. Földesi Lilien, fúvolista növendék elárulta, miért ezt a hangszert választotta. Sok hangszer közül tudtam ugye választani, a zongora volt a másik, ami tetszett még, de végül a fúvola mellett döntöttem, mert hát alapból szerintem szép hangszer, meg hát az ilyen nyílt órákon, vagy nem tudom, nagyon szimpatikus volt a tanárom is, és hát megtetszett. A vonós tanszak is remek eredményeket tudhat magáénak. Aut Zoltáné hegedű tanárnő kolléganőm a Bihari Vonós Fesztiválra nevezte be az egyik tehetséges kisgyereket, Horváth Esztert, aki ezüst minősítést szerzett. Kovács Buzás Márta kolléganőm pedig, aki hegedű tanár szintén, Szigeti Fülöp növendékét nevezte be a Szombathelyen évente megrendezésre kerülő Sistrum zenei versenyekre, és ennek a hegedű versenyén ezüst minősítést szereztek. Ebben az évben került megrendezésre a 16. Friss Antal országos Gordonka verseny, amit 3 évente rendeznek meg, általában Szolnokon, de most ez is online került megrendezésre, és felvételeket kellett küldenünk. Erre a versenyre innen a Szekszárdi Zeneiskolából egy növendéket indítottunk el, aki nem csak területi válogatóról bejutott az országos döntőbe, hanem a kétfordulós döntőbe is bejutott a döntőjébe, és ott 3. helyezést ért el. Nagyon büszkék vagyunk rá, ő Szigeti Poltisár. 5 éves korom óta játszom, és eredetileg a hegedűt választottam volna, de azt mondták Baján, hogy túl nagy lenne hozzá a kezem, és ezért a csellót választottam, de nem bántam meg. Az online verseny kicsit fura volt, mert hogy nem volt közönség, és nem volt zsűri sem. És én nagyon örültem annak, hogy 3. helyezést értem el. Többször is fel lehetett venni, és ez ebből a szempontból egy kicsit jobb volt, de azért szerintem jobb, hogyha élőben van. Boldizsár felkészítése olyan szempontból szerencsés időszakra esett, hogy február végén zajlott, illetve március elején végül is online ez a zsűrizés, és még a februári időszakban is, januárban is, decemberben is, ugye mivel általános iskolás gyerekről beszélünk, ő még járhatott személyesen. Tehát a verseny ugyan online zajlott, de a felkészítést, ha maszk és mindenféle biztonsági előírásnak megfelelően is, de akkor is személyesen tudtunk egymással dolgozni. Azt gondolom, hogy Boldizsár olyan szorgalmas, hogyha online készült volna, akkor is ezt az eredményt érte volna el. Nagyon, nagyon tehetséges és szorgalmas gyerekről van szó. Egy ilyen online versenyre a felkészülés nem biztos, hogy egyszerű, viszont azt gondolom, hogyha a versenyre felkészülő is, és a tanár is elsősorban a megoldásra is, nem a problémára, hanem a megoldásra koncentrál, akkor igenis sikereket lehet elérni.